A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. A Skipper magazin támogatója a Seiko Prospect Szórek, hazai forgalmazója a TMC Kft. Mindenki kikötő vezetőnek népszerű volt a telefonszáma. Ez idén még népszerűbbek lettünk. Nagyon, nagyon kellemetlen helyzet alakult ki, hogy minden egyszerre történik. Rendkívül hiány van kikötőhelyekből. És a meglévő kikötőhelyek is sajnos úgy készülnek el, hogy nem május elejére, mindenhol van egy kis csúszás, mert az engedélyi folyamatok azért heteket vesznek még igénybe. Én egy pár évvel ezelőtt mondtam, hogy körülbelül ez a szituáció fog bekövetkezni a Balatonon, hogy olyan szinten növekszik a hajók száma, hogy az infrastruktúra nem tud lekövetni. De most hirtelen egyszerre lettek a lehetőségek adottak ahhoz, hogy kikötőt lehessen fejleszteni, és miután egyszerre vannak a fejlesztések, a meglévők átalakítás és az újak is, azért egyszerre érint mindenkit. Tehát ez egy összességben kedvező helyzet, aminek a megélése néha kedvezőtlen szituációkat hoz. Van egy nagyon furcsa környezetvédelmi csomaga kikötőépítéseknél, ami minket megállított tavaly nyár közepén. Tehát június 15 után nem lehetett már a mederben dolgozni, nekünk addigra le volt szőlőpözve, de nem lehetett tovább dolgozni. Szeptember 1-től tudtuk újraindítani. Nekünk most a következő hét szerdán van a műszaki átadás átvétel a kikötőnek. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ütemszerűen megyünk. Van rengeteg probléma, rengeteg nehézség, nyilván kivitelezik a munkaerő, de most az utóbbi pár hónapban óriási problémát okoz a fa és a vas beszerzése. Most lesz egy műszaki átadás átvétel, utána lesz egy hiánylista. Ettől függetlenül valószínűleg ezzel el tud indulni az engedélyezési folyamat. Először a meder használati szerződést kell megkötni a vízügyigazgatósággal, utána ez megvan, akkor azzal együtt lehet vízjogi üzemeltetési engedélyt kérni, és ha mind a két engedélyünk rendelkezésre áll, akkor a fővárosi kormányhivatal a üzemeltetési engedély eljárás során kiadja az engedélyt a kikötőnek. Mindent nem tudunk kielégíteni, ugye a Balatonfüredi Jakub alapvetően a saját tagjait kell, hogy kiszolgálja, és amennyiben van lehetőség, akkor tudunk adni. Nem után hihetetlen nagy variáció olyan a méreteknek, szélességnek, hosszúságoknak, ezért az összes kikötő vezetője együtt gondolkozik és dolgozik, és próbálunk mindenkinek valami megoldást találni. Nem fogunk mindenkinek megoldást találni, egyszerűen a kapacitási lehetőség az véges. Amiről már azért tudunk, hogy egy 280 fős kikötő jövő tavaszra elkészül Alsősön. Itt a Balatonfüreden is fog még egy kikötő, az Uni kikötő is jövő tavaszra, őszre talán bővülni fog, de tulajdonképpen Balatonfüreden be fog fejeződni, tehát itt ennyi kikötő lesz. Itt fizikálisan nem lesz lehetőség többet építeni. A partinfrastruktúra lekövetésének tekintetében egy komoly átalakulás. Eddig az volt jellemző, hogy mindenki szeretett gépkocsival bent parkolni a kikötőben, és egészen nagy területek álltak rendelkezésre, ez teljesen eltűnik. Ma már téli tárolást nem lehet a parton csinálni, tehát a vízben tárolás lesz a megoldás erre. A legnagyobb kapacitás a rendelkező hajógyári kikötőnél is ez megszűnt. Lesznek a kikötőkben technikai terek, ahol időről időre ki lehet venni a hajót, de alapvetően vízi tárolás lesz. És most már itt a régi szövitelepnek a helyén egy olyan kikötő fog kialakulni, ami előtt parti rész, az tulajdonképpen egy nyitott sétány lesz. Ez természetesen megint át fogja alakítani azt a lehetőséget, ami eddig megszokott volt. És magának a kikötőknek a használata is át fog alakulni. Ha csak a sajátunkat nézzük, a Balatonfüredi Jakub Silver kikötő, ami közös kikötő, itt is egy adott mekkora felület maradt a parton, a hajószámok növekedtek. Ez azzal fog járni, hogy gépkocsikkal nem kell itt parkolni, lehető legkevesebb gépkocsit szeretnénk a telepen látni, és a gyalogos, biciklis megközelítés lesz valószínűleg a megoldás. A mi klubunk az egy valós klub, ahol tulajdonképpen minden azért történik, hogy az ifjúsági versenyvitorlázásnak meglegyen a fedezete. Tehát amit mi megtermelünk a saját kikötőnkkel, azt az ifjúságra fordítjuk, illetve hát a fenntartásra természetesen. Egy átlag kikötőben nem kell költeni a gyerekekre, tehát az egy teljesen más gondolkozást feltételez. Nálunk a Balatonfüredi Jakubban ez egy alapszabály mellett kötelezettség, aminek így felelünk meg. Ugye minél több hajóhely van, annál nagyobb bevétel van arányaiban, többet tudunk fordítani,
Sajnos a költségek is úgy változnak, és a ráfordításnak a szükségszerűsége is, de azt gondolom, hogy Balatonfüred ilyen klub ezt jól csinálja. A számokat nézve azt lehet látni, hogy a táborokban egyre több gyerek van, talán a versenyzők száma is növekszik, de ezt elsősorban egyelőre az optimisztaseken látjuk, és aztán megyünk följebb, akkor azért kopik a létszám, de a statisztikákat nézve emelkedés azért látszik összszámban is. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. A Skipper magazin támogatója a Seiko Prospect Szórek hazai forgalmazója a TMC Kft.